Az Etó stadion center pályáján találkozott egymással a házigazda és a Diósgyőr, ami plusz energiákat mozgósított mind a két oldalon. Akkor előnyt azért nem jelentett, hogy most benne a stadionban játszottunk, minden esetre köszönjük, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk. Hát természetesen sokkal könnyebb játszani, hiszen a labda átviteléknél biztosabb az ember, passzokat jobban tudja csinálni. Gyerünk, gyerekek, gyerünk! Motiválta a lányokat. Én szerintem a győri Etós lányokat is motiválja, hisz van hangulata annak, hogy két csapat a stadionban játszik, teljesen más a hangulata, a feelingje a mérkőzésnek. Úgyhogy abszolút doppingolt minket, és nagyon örültünk ennek a lehetőségnek. A két csapat harmadszor találkozott egymással. Eddig mindkét találkozójukon úgy született vendéggyőzelem, hogy a hazaiak még csak gólt sem tudtak szerezni. Az Eto azonban most úgy kezdett, hogy ez a sorozat mindenképpen megszakadjon. A találkozó első harmadában feltűnő volt, hogy a DVTK mennyire mélyen védekezik az alapvonalnál. A kapus Szőkenagy Krisztina szinte minden támadás építésben benne volt. Persze minden labdára koncentráltan kell figyeljek, és hogy ne hibázzak bele. Nagyon szeretem, hogyha hazapasszolják, mert szeretek lábbal is játszani, és szerintem így jobban ki tudjuk játszani az ellenfelet is. Nehézséget az okozta, hogy letolták a védővonalat, hogy a területeket nem hagyták szabadon, tehát egy az egybe kellett megoldani a helyzeteket. Nyilvánvaló, hogy ebben a játékban az a rizikó, hogy nem szabad hibázni, mert azt az ellenfél megbüntetheti. Így aztán a szomszédos hotelben az ebédre várók is kijöttek a teraszra, kíváncsiak voltak, mi sül ki ebből. Nem kellett csalódniuk. A 21. percben egy rövid átadás Sipos fülelt le, majd tökéletesen adta tovább a labdát Süledórának, a válogatott csatártárs pedig bevette az ellenfél hálóját. A folytatásban mindkét oldalon adottak kisebb helyzetek, de a szünetig már nem változott az eredmény. Az Eto 1-0-ra vezetett a Diósgyőriek ellen. Én úgy gondolom, hogy nem lenne most miről beszélünk, hogyha az első fél időben berúgjuk azokat a helyzeteket, hiszen nagyon átsértek a térfelünkön. Óriási különbség volt akkor a két csapat közt. A második fél időben gyökeresen megváltozott a játék. A pirosfehérek még agresszívebben támadtak le, és a szezonban amúgy kiváló teljesítmény nyújtó Kovács Laurát is megzavarták. Persze az oldalvonalnál egy ilyen hiba még nem hozza meg automatikusan a gólt, de a DVTK-nak pár jó passz után ez összejött. Vakter labdáját Veldman lőtte a rövid felsőbe. Az Eto pedig még fel sem mocsudott és már is vezetett a Diósgyőr. Polár lőtt vétetetlenül a hálóba, szabadrugás alig, hanem a forduló egyik legszebb találata volt. Amikor egyenlítettünk, az volt a mérkőzés fordulópontja, akkor éreztem a csapaton azt, hogy akkor rá tudunk tenni még egy lapáttal, és meg tudjuk rúgni a másodikat is, és ezen felül is voltak még helyzeteink. Sajnálom, hogy nem sikerült rárúgnunk még egyet-kettőt, nem vagyunk összességében elégedetlenek. Kettő egy után is nyílt maradt a játék, az Etónak úgy kellett megtalálni a részt a diósgyőri védelmen, hogy közben ők is stabilak maradjanak. A hajrára aztán már nagyobb kockázatot is vállaltak a zöldfehérek, négy támadóval rohamoztak, a legközelebb azonban Gödér szabadrugása volt az egyenlítéshez. Labdája akkorát csattant a kapufán, hogy még a kisbabák is előbújtak a babakocsiukból, de csak azt látták, hogy a kipattanót Sárosi fölé emeli. Az első fél időben nem úgy sikerültek a támadások, amit szerettünk volna. Az Eto azt gondolom, hogy jól játszott, jó játékosaik vannak, tele vannak utánpótlás válogatottakkal, felnőtt válogatottakkal. Egy jó csapat ellen sikerült 2-1-re nyernünk, és nagyon büszke vagyok a csapatra. Nem vagyok benne biztos, hogy szívesen játszanék a Diósgyőrrel a harmadik helyért. Lehet, hogy az MTK-val jobb lenne. Egy hónapon belül másodszor nyert a DVTK Győrben, és miután lesz még két hazai meccse a rájátszásban, akár a bajnoki döntőbe is bejuthatnak majd. Persze, ehhez a címvédő MTK-nak is lesz majd néhány szava.